Ön miért tartja fontosnak, hogy évről évre az emberek kilátogassanak ide a szívünk napjára? Legalább az évben egy nap legyen, amikor a szívük egészségére gondolnak. Ne csak akkor, amikor a szívinázómentő viszi a kórházba, hanem még az előtt, amíg még egészségesek, hogy ne halljanak meg fölöslegesen. Mert ezek elkerülhető betegségek. Ön szerint az emberek nem figyelnek kellő mértékben az egészségükre? Nem, abszolút nem. Sajnos az egészség még mindig nem érték a legtöbb ember szemében. Van már olyan intelligens ember, olyan réteg a társadalomban, aki már megértette, hogy az egészsége a saját értéke. De nem ez a legjellemzőbb. A legjellemzőbb sajnos az, hogy az egészségünket a végére soroljuk a sornak, minden fontosabb nála. A főnök, a munka, a pénz, a megélhetés, a tartozás. És bizony, ha ezt így élünk, akkor belekerülünk abba a veszélyzónába, ami indokolatlanul megrövidíti az életünket, és különösen az egészséges életéveinket rövidíti meg. Betegen kell élnünk, ha nem is visz el bennünket a szívbaj. Ön szerint mi lehet az az első lépés, amit mi megtehetünk a szívünk egészsége védelmében? A legelső lépés időrendben is a kisgyereknek az életstílusának a kialakítása. Ugye tényleg csak annyit egyen, amennyit leugrál, ne legyen tömve egyszerű cukrokat tartalmazó ételekkel, és különösen ne üdítő italokkal, amit cukros. Ezeket kerülni kell. Soha ne legyen dohánypüst tartalmazó helységben, és minden nap mozogjon. Sportoljon, mozogjon. Hát akkor megy magától már attól kezdve minden. És ön mivel győzni meg az embereket? Miért éri meg neki kilátogatni a szívünk napjára? Azért, hogy tovább élhessenek. Hát az élet szép. Pláne, amíg az ember egészséges. És azt már egy csomó országban kiderült, hogyha képes az ember megváltoztatni az életvitelét, és egészségesen él, akkor akár 10 évet is nyerhet az életéből, az egészséges életéveiből. Magyarországon nagyon hamar megbetegszünk. Erre nincs szükség. Ez értelmetlen. Ennyit kell csak megérteni. És akkor utolsó kérdésként még az most indult szívderítő.hu-ról kérdeznék, hogy ennek a honlapnak mi a célja, ki a célközönség, illetve milyen tartalmak találhatók ezen az oldalon? Laikusoknak szól, nem egészségügyi dolgozóknak, mindenkinek. Akit érdekel az, hogy hogyan éljen, úgy, hogy ne legyen beteg. És ezt mi a Magyar Kardiológusok Társasága hoztuk létre, és mi ellenőrizzük, mi vezetjük azért, hogy valóban olyan tartalmak legyenek rajta, amik szakmailag vállalhatóak és igazak, és ne hát olyanok, amik esetleg nem teljesen korrektek. Úgyhogy ide nyugodtan jöhetnek, itt soha nem fognak budaságot vagy téves dolgot találni. Nagyon szépen köszönöm a válaszait, professzor úr!